Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelés ügyi miniszter. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Rendkívül sok fejlesztés, beruházás történt Karcagon és a térségben az elmúlt időszakban. Elég, ha csak a Berekföldi bekötő útra gondolunk, vagy a nemrégiben megtartott gazdafórumra, ahol az ágazat aktuális kérdéseiről és fejlesztésekről volt szó. Hogyan értékeli ezeket? Visszatekintő az elmúlt 5 évre, hiszen egy önkormányzati időszaknak a végén vagyunk. Szerintem az a legfontosabb dolog, hogy a város valamennyi vonatkozásban fejlődött. Az önkormányzat, Dobos László polgármester úr az élén, a képviselők, alpolgármesterek, a parlamenti képviselőink segítő munkája is eredményezte azt, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy Karcagon a kórháztól a nemrégiben átadott kukoricamalomig, a úthálózattól a járda felújításokig, az iskola felújítások és óvoda rekonstrukciók egyaránt mutatják azt, hogy a városnak valamennyi fontos területére megvan az odafigyelés az önkormányzat részéről, és mindenhol fel lehet mutatni a munkának az eredményeit is. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy a Kiskulcsoson mondjuk az általános iskola tornaterme, a szimóvoda felújítása és bővítése megvalósul, de épült műfüves pálya, vagy a Nagyvénkertben például a kosárlabda liget is, kosárliget készült el, járda felújítások, parkolóépítések is voltak, a kórház fejlesztés az folyamatos, tehát ott a bővítés ez zajlik, a szociális otthon felújítása megkezdődött a belvárosban, a külsői pedig már megtörtént, egészségügyi gépműszer fejlesztések valósultak meg, hát az élet valamennyi területén fejlesztések vannak. És a munkahelyeket nézzük, akár a már említett kukoricamalom, ami Közép-Európa legfejlettebb technológiájával rendelkezik, vagy ma például egy kis üzemkörül átadása, egy gyümölcsfeldolgozó, lekvár és szőkészítő üzem, de a meglévő cégek is bővítették a létszámokat, és elmondhatjuk, hogy Karcagon 5 év alatt megfeleződött a munkanélküliség, jó néhány területen már munkaerő hiány van. Tehát mindez a gazdasági életben is nyomon követhető, ezek az építkezések, akár a Mivanánói pavilonnak a építése tovább folytatódnak, hiszen most is látszik azt, hogy a város legkülönbözőbb részein zajlanak a munkák, ipariskolának a felújítása, például megkezdődik a Kovács Mihály iskolának is a felújítása. Azért is fontos ezt elmondani, mert itt van nálam a Karcagi Híradó száma, és hát ebben van egy pontos adat, azért, hogy mindenki tisztáláson ebben a kérdésben. Tehát 5 év, 2014 és 2019 között összesen 19,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Karcagon. Én azt mondjuk elszomorítónak tartom, hogy van olyan parlamenti képviselő, Lukács László György, aki valami 2-3 milliárd forintos összegről tud, felkészültnek kell lenni, tájékozódni kell tudni, ha itt él valaki, akkor ezekhez az adatokhoz hozzá tud jutni, akár a médián keresztül, akár közvetlenül az önkormányzattól, és akkor látszik az, hogy a képviselő úr valótlant állított, hiszen nagyságrenden nagyobb fejlesztés valósult meg Karcagon, mint amiről ő tud, vagy amit ő érzékelt. Nyilván mással volt elfoglalva, nem a helyi közügyekkel próbál most belekapcsolódni valamilyen szinten. Rengeteg munka van ebben, a települések között komoly verseny van, ezzel is szoktak példálózni, hogy melyik van a másik előtt, tehát nehéz ezt centivel kimérni szerintem, de látszik az, hogy Karcag, mint a Nagykunság fővárosa, a térség központja, folyamatosan fejlődik. És van még egy dolog, ami ide kívánkozik, hogyha már fejlesztésekről beszélünk, az M4-es autópálya nagy szakaszai elkészültek, és a még hiányzó részek, tehát ami nagyjából Albert és a Ferihegyi repülőtér közötti szakasz, illetve a Szolnokra bevezető szakasz, ez is el fog készülni idei végével, jövő év elejével. Tehát a főváros rögtön egy fél órával közelebb lesz Karcag számára, és megkezdődött a Szolnok északi elkerülő út építése is. Tehát a sokat emlegetett M4-es autópálya is megvalósul 1-2 éven belül. Nemrégiben adták át a Kiskörei Tiszai hidat is, vagy ugye ott a térségről beszélünk, Tiszafüreden történt meg szeptember közepén az új főtér alapkőletétel, amely közel mint egy 1 milliárd forintos beruházást jelent a település számára, és ezen az alkalmon ott volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az országjárás keretei között egy lakossági fórumot is tartott. F. Kovács Sándor parlamenti képviselő, a körzet képviselője, nagyon sokat dolgozik azért, hogy a települések közötti összeköttetés, a települési fejlesztések azok folyamatosan történjenek.
én is segítem ebben a munkában. Tehát a karcagnak a térségközponti szerepét nézzük, akkor egyértelmű, hogy a vonzáskörzetünkbe tartozó falvak és városok közötti forgalom is a lehető legjobb útvonalakon történjen. Itt a kiskörei Tiszainak a felújítása és a oda kapcsolódó különböző mellékutaknak a felújítása lehetővé teszi azt, hogy ebbe a délhevesi térségbe, illetve a mögöttes mátai tájakra, ha valaki akar utazni, akkor egy rövidebb útvonalon tudja ezt megtenni, és a közelebbi településeknél pedig, akik bejárnak karcokra vásárolni, kórházba, itt van rendőrség, bíróság, ügyészség, tehát hivatalos ügyeket intéznek, járási hivatal, tehát a vonzás körzet és a távolabbi települések lakói számára is javul a megközelíthetőség. Most van egy útfelújítás Tiszaroff-Tiszabuda térségében, van útfelújítás Tiszaszent Imre, Tomaj Monostor a Kunhegyes térségében, és kell még több is. Ugye azt szeretnénk, ha mindent egyszerre rendbe lehetne tenni, de olyan tárgyalásokat folytattunk az elmúlt hónapokban az útügyi szervekkel, amelyek biztatóak arra nézve, hogy jövőre a még gyenge minőségűnek számító utak is rendbe lesznek téve. Nemrégiben volt vendége Karcagnak Varga Mihály pénzügyminiszter, aki egy lakossági fórum keretein belül képviselő úrral egy fantasztikus beszédet tartott. Október 13-án választunk. Jelenleg hogy értékeli a helyzetet képviselő úr, akár a támogatói aláírásgyűjtésekről, ha beszélünk, vagy ugye jelentek meg a sajtóban olyan állítások, amelyek ugye minősítettek képviselőjelölteket, és ugye ebben az időszakban ezt most hogyan értékeli? De kampányidőszak van, és látszik az, hogy aki utólag kapcsolódik be a közéletben, Lukács László György évekig nem lehetett róla hallani, eléggé rossz irányba ment el, amikor személyében is támadtak képviselőket, mert ahhoz hozzá van mindenki szokva, hogy ha politizál, akkor a munkáját kifogásolják, nem értenek vele egyet. Én azt mondom, legyen akkor egy vita. De az, hogy személybe támadnak meg képviselőket, az, hogy mocskolódás van, ez nem volt Karcagra jellemző, és én remélem, hogy ennek az időszaknak is vége lesz a választásokat követően. Az pedig hát legalábbis vitathatónak tartom, hogy valaki rögtön polgármesterként akar bekapcsolódni a közéletbe, mint hogy Lukács László, hogy jobbikos országgyűlési képviselő ezt szeretné, aki egyébként orvosokat értékesít külföldre, vagy értékesítette egy családi cégen keresztül, miközben, mint a Jobbik vezető egészségpolitikusa reklamálja, hogy nem megfelelő az egészségügyi szolgáltatás. Hát nem kellett volna annyi orvost elvinni külföldre, sőt, ez is egy jogos kérdés, hogy Karcagról vagy a hány orvos hiányzik az ő tevékenységének az eredményeként. Ezek politikai viták, és szerintem ebben a mederben is kell tartani. Itt a megmérettetésnek a lehetősége, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, polgármester Dobos László, a képviselők a programjukat, egyéni programjukat is a lakosság elé tárják. Nekünk van programunk. Olyan városvezetés van, amely már bizonyította azt, hogy miképpen kell fejleszteni Karcagot, és megvannak az elképzelései a jövőre nézve, és amelyet minden lakoshoz eljuttatunk. Várom azt, hogy az ellenzék részéről, a Jobbik részéről van-e valamilyen elképzelés. De az eddigi munka az a nullával egyenlő, nincsen olyan dolog, amit fel tudnának mutatni, mert ellenzékből is lehet településfejlesztést végrehajtani, lehet hozni beruházásokat, vállalkozásokat lehet idehozni, ahhoz nem kell kormánypártinak lenni, közéletet is lehet szervezni, csak abban részt kell venni, ahhoz bizony dolgozni kell, föl kell vállalni az emberek gondját, baját, nem csak előre megadott fogadóórákon, hanem mindig a nap 24 órájában, mert aki a közügyeknek szenteli az idejét, az életét, arra számítson, hogy igenis az emberek oda mennek hozzá, és szeretnék, hogyha segíteni őket. Tehát én ezt a túloldalnál hiányolom, viszont úgy látom, hogy a mi képviselőink akár közvetlenül is elérhetőek, megállítják őket, elmondják a gondjukat, bőnköt az emberek, és megvannak a hivatalos formái is. Közmeghallgatás, képviselői fogadóra, polgármesteri fogadóra, és ott vannak minden olyan rendezvényen, ami a karcagiaknak fontos. Legyen ez egy átadás, egy koszorúzás, valódi fejlesztések, beruházások zajlanak a településen, mindenki láthatja, ezt méltóan szerényen megünnepeljük, de ott vannak az emberek is. Akkor, hogyha mondjuk tegnap említem, a Zöldfóúti óvoda felújítása megtörtént, egy 200 millió forintos nagyságrendű beruházás, ott voltak a gyerekek is, a felnőttek, az óvodapedagógusok, közéleti szereplők, méltó módon azt meg kell ünnepelni, de valós teljesítményeket kell a közvélemény elé tárni, és áll a karcagi médiának, a tévének, a nyomtatott sajtónak, internetnek, ezek mindenki számára
hozzáférhető hírek eljutnak mindenkihez. Tehát szerintem így lehet egy olyan közéletet életben tartani, generálni, ami egyúttal hajtja előre a város, hiszen eljutnak az igények a lakosoktól, megfogalmazódnak az igények a vállalkozók részéről is, és ebben partner a önkormányzat, a polgármester, és partner benne természetesen a város parlamenti képviselete is, hiszen hárman vagyunk harcolóban az országgyűlésben. Szerintem a 19,5 milliárd forint elég jól mutatja azt a munkát, amit végeztünk. Ez egy számszerűsíthető teljesítmény. Nem kell szégyenkeznünk, a szomszéd városok előtt sem ezzel, nagyságrendileg Karcnak szerintem ebben a megmérettetésben is vezet, és örömmel hallanám, hogyha az ellenzék oldalról fel tudnának mutatni egyetlen forintot is, amit ide a városba hoztak. Kíváncsi vagyok arra, hogy megjelenik-e valamilyen formában. Ez sem fórumon, sem nyomtatott sajtóban egyenesen nem álltak ki a közvélemény elé, csak olyan hátulról jövő támadásokkal a elmúlt időszakban a Jobbik és a ő képviselő jelöltjeik. És most van itt előttünk a megmérettetés, én bízom abban, hogy a karcagi lakosok úgy fognak dönteni, hogy a mostani várospolitika folytatódik. Milyen részvételi arányra számíthatunk körülbelül az elmúlt évekhez képest tekintetében? 50% körülre számítok, általában ennyi szokott lenni. És nagyon fontos ugye Karcag jövője, hogy hogyan alakul, és képviselő úr, mit mond a választópolgároknak, miért fontos ezen kívül még, hogy elmenjenek szavazni, és tényleg részt vegyenek a voksoláson, és saját életük alakulásába is tulajdonképpen beleszólnak? A legfontosabb döntések egyike, amikor a helyi önkormányzatokról, a polgármesterről foglalunk állást, ezért is hívom fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy olyan beruházások vannak a városban, olyan lehetőségek küszöbén állunk, amikor fontos az, hogy egy összeszokott, rutinos csapat legyen a település élen. Hát arra gondolunk, hogy a 4-es főút átépítés autópályára az megtörténik. Már látótávolság belül van, ipari parkunk van, ahol folyamatos tárgyalások vannak bővítésekről, befektetőkről. Itt van több intézmény felújítás, a ipariskolái, ezt a munkát folytatni kell, hogy valamennyi iskola és óvoda felújítása megtörténjen 21. századi színvonalon. Érdemes megnézni egyébként, hogy milyen jó állapotban vannak azok, amelyek már elkészültek. Ez Dobos László polgármester úr ki is emelte, hogy a programjának az egyik legfontosabb eleme. A turisztikai fejlesztések a strandfürdő közetében szintén azt a lehetőséget hordozzák, hogy be tudjunk kapcsolódni abba a turizmusba, ami az ország jelentős részén a virágzásnak az egyik forrása. Tehát a Tiszatónál se gondolta volna senki, azt mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy a kerékpáros centrum, szállodó bővítések, építése, kerékpárút építés, és a turistáknak a számának a növekedése az ilyen peskés fog előidézni, hiszen évekig teljes csend volt és letargia. Tehát olyan lehetőségeink vannak, amivel a város csak akkor tud élni, hogyha olyan képviselői vannak az önkormányzatban és olyan polgármestere van, aki megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, aki tudja azt, hogy mit kell csinálni, nem most tanul majd be itt a jövő héten, vagy nem tudom mikor, vagy betanul, vagy se. Tehát akik kellő gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy miképpen kell egy települést irányítani és fejleszteni. Mert ez egy olyan tudás, ami önmagában egy érték a jelen viszonyok között, és itt Karcagon ez rendelkezéssel. A Fidesz-KDNP jelöltjei, jelenlegi képviselői és polgármestere, ők már bizonyították azt, hogy miképpen kell a városot királkozó lehetőségekkel élni, azokat megragadni. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!
kívánok! Karcagváros önkormányzata és a Dérinél Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, városunk polgármesterét, mai rendezvényünk szónokát. Tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzati képviselőtestület jelenlévő tagjait. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az intézmények, egyházak, pártok, civil szervezetek vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a kedves televíziónézőket, akik majd a képernyőn keresztül követik figyelemmel eseményünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok! Közeledik október 6-a, nemzeti gyásznapunk, minden évben emlékezünk az 1848-49-es szabadságharc hőseire, az aradi 13 vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és mindazokra, akik életüket áldozták a szabadságért. Kérem, hogy emlékező műsorunk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, közreműködik a karcagi részfúvós kvintett művészeti vezető Sós Pál. Felkérem Dobos László polgármester urat emlékező beszéde megtartására. Tisztelt megemlékezők! Épp 170 éve vált az aradi vesztőhely nemzeti kegyeletünk oltárává. A mintegy 6 emberöltő történelmi időben mérve talán nem tűnik olyan soknak, mint amilyen sok változást hordott magában e hol dicső, hol tragikus, bő másfél század. Jöhettek azonban bármilyen viharok is a magyar nemzet számára. Október 6-a megmaradt október 6-ának, az aradi 13 főtiszt, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és mártírtársai kivégzésének emlékeként. A magyar nemzet nem felejt. E nemzeti gyásznap megőrizte jelentését, megőrizte mondani valóját. A magyar nemzet akkor is, amikor a sors a mélységbe nyomta, kiállott az aradi mártírok bálványozott alakjaihoz. 170 év távlatából tegyük fel a kérdést.
Mi teszi egy áztapot emlékezetünkben dicsőségessé? Miért tesz minket tragikus jelentése ellenére büszkévé? Mi magyarok önmagunk sorsát látjuk vértanúinkban. Tehetséggel megáldott, elveik mellett elkötelezett emberekről szól e nap, a szabadság, a függetlenség eszményéről is szól, amelyért az aradi 13 meghalt. A ránk váró feladat és kötelesség vállalásáról is szól, amelyért áldozatot kell hozni. A szabadságharc bukása hadtörténeti szempontból az ország ellen intervenciót elkövető orosz cári hadseregen múlott, ezt az osztrák hadsereget irányító politikai, katonai elit is jól tudta. Hajnalú osztrák főparancsnok és első Ferenc József császár mégis felháborodással fogadta, hogy Görgei Artúr és fővezéri törzse 1849. augusztus 13-án az orosz tisztek előtt tette le a fegyvert, holott a magyar fél ezzel a nemzetközi közvélemény előtt tudatta veresége tényleges okát. Az osztrák vezetők felháborodása féktelen bosszúvágyba csapott át, a politikai kompromisszum reménye szertefoszlott. A magyar tábornoki kart letartóztatták, és az aradi várba zárták hadbírósági tárgyalásukig. Az aradi foglyok még reménykedtek abban, hogy 1849. október 4-én az uralkodó névnapján amnestiát kapnak. De minden remény szertefoszlott, mert helyette Hajnaú végzése érkezett meg. Másnap reggel 7 órakor Karl Ernst törzshadbíró fölsarakoztatta a tábornokokat és kihirdette az ítéletet. Ezután megbilincselték, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot. 170 éve 1849. október 6-án egy szombati estén szürkületkor vezették elő az első 4 halálra ítéltet. Kis Ernő, Schweider József, Dessefi Adiszti tábornokokat és Lázár Vilmos ezredest. Kis és Schweider, mint nem harcoló alakulatok tagjai, kegyelemből kaptak lőpor és golyó általi halált, Dessefi és Lázár pedig azért, mert osztrák és nem orosz tábornokoknak adták meg magukat. Kis Ernő a kivégző osztag lövése előtt a legenda szerint felkiáltott, Isten büntesse meg a hóhéjainkat. Talán éppen ezért, talán a véletlen műve volt, hogy a kivégző osztag lövései elkerülték, így társai agyonlövése után őt közvetlen közelről végezték ki. Az általuk csatatereken oly sokszor legyőzött és megalázott osztrák hadsereg dühös vérszomjának ezután következett az újabb fejezete. Elővezették a kötél által halálra ítélt 9 tábornokot. Lovag Poltenberg Ernő, Török Ignác, Lakner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Gróf Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Gróf Vécsei Károly tábornokokat. Sorsuk sötétedéskor teljesedett be, a jogtipró és kegyetlen osztrák ítélőszék után Isten ítélőszéke elé kerültek. A mai szemmel nézve koncepciós ítélet kiszabásában kult szerepet játszó Ernst törzshadbíró és az ítéletek lebonyolítását végző Hoviger várparancsnok a kivégzés követően elrettentésül az elítéltek tetemét közszemlére tette. Nemeskő István művéből ismert részlet, hogy ekkor már arat szerte félrevelték a templomok harangjait, az osztrák katonák pánikszerűen futkosva próbálták csitítani a városon végigfutó dühöt és felháborodást. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen földelték el. Tisztelt megemlékezők! Emlékezzünk Kis Ernő vértanú szavaira, Isten büntesse meg hóhérőinkat. És azt se feledjük, amit a beszéd elején említettem, a magyar nemzet nem felejt.
Az 1848-49-es magyar szabadságharcot lezáró aradi kivégzések, a szintén ekkor kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, a később kivégzett tisztek, így például Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy Lajos is, Lajos és társaik példája, történelmi üzenetet hordoz. Az üzenet, amit a honvéd főtisztek hősiességére emlékezve évente megfogalmazunk, a nemzet egésze számára érvényes figyelmeztetésekben ragadható meg. Lélekszámában kis nemzet a magyar, de lelkében óriás. Azonban jövője és további felemelkedése kérdésessé válik, ha a nemzet egésze érdekében nem tudunk együtt és jól dönteni. 170 év után ma ismét döntések és válaszutak előtt állunk. Hat emberöltő igazolta, hogy az idegen eszmék, a szélsőségek tévútra vihetik nemzetünket. A magyarság jövője a családjára, a nemzetére és múltjára büszke, hagyományaihoz ragaszkodó magyarságban gyökerezik. Isten áldja e napon is mártír hőseinket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr emlékező gondolatait. Tisztelt emlékező közösség, kérem, hallgassuk meg Faludi György október 6 című versét Kovács Bianka, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C-osztályos tanulója előadásában. Felkészítő tanára Kentési Renáta. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett. Damjanics szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek ányát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák, vérző foltjai, és ők tarkán libegve hátán, elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott. Mi bánta, hogy vége? Branyiszkónál nevét az égre karcolt a kardja, a híres. Ez volt Dembénszky hadsegéde. Ábán Kurt Károly ezredes. S mi elfeledtük? A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt, mély a gázló, svén ember már nem menekül. Leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki. S ha bár magyar volt Csányi László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mint friss mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinbe, Grázba, Józsefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pince lyukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak és elmélkedtek. Jó urak! Kegyelmet vártak, s forradalmat. Áldották, átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta. Más kivénhett. Oik megőrült, de az élet sodrából mind kiesett. Kint szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek. S az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott rózsás rügyekkel telebük. Erügyből egy se bontott zászlót. A nagy tavaszi lázheve kilobbant, múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele, Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűslidércként messze táncolt. 100 év. S a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt.
100 év. S az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést méláztatok rólam, mit hozott világos. Arad. 100 év. Hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull, hány nap, hét és holnap óta, s kihunyunk, pislamécsesek. Sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics, Balsi, Berdemózsa, árnyatok felénk integet. Az imént elhangzott verset a költő az Ávópincéjében 1950. október 6-án vetette papírra. Tisztelt emlékező közösség! Bejelentem, hogy koszorúzás következik. Kérem önöket, hogy a koszorúk elhelyezése után fáradjanak vissza a helyükre. A karcagvárosi önkormányzat nevében Dobos László polgármester úr, Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Gyurcsek János alpolgármester úr és Rózsa Sándor jegyző úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Magyar Országgyűlés nevében dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr hajt fejet az áldozatok és a hősök előtt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal karcagi járási hivatala nevében Hodos Julianna hivatalvezetőasszony és Domokos Gyula osztályvezető úr emlékezik a 170 évvel ezelőtt történtekre. A pártok képviselői emlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség karcagi szervezete nevében Panti Ildikó önkormányzati képviselőnő és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő úr koszorúz. A Fidelitas karcagi szervezete helyezi el koszorúját. A Jobbik Magyarországért mozgalompárt karcagi szervezete és a Jobbik ifjúsági tagozata helyez el koszorút.
a karcagi ipartestület vezetősége helyez el koszorút. A Munkáspárt karcagi szervezetének képviselői tisztelegnek a hősök előtt. A karcagi Nagy Kun gazdakör képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. A városban működő oktatási, nevelési intézmények vezetése és a diák önkormányzatok képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. Elsőként a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója koszorúz. A Karcagi Tankerületi Központ képviselői helyezik el koszorújukat. A Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola koszorúz. A Karcagi Arany János Általános Iskola képviseletében helyeznek el koszorút. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma képviselői helyezik el koszorújukat.
a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium nevében koszorúznak. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium képviselői helyezik el koszorújukat. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola képviselői helyezik el a koszorút. A Györfi István Katolikus Általános Iskola képviselői koszorúznak. A Szent Pál Marista Általános Iskola nevében helyezik el az emlékezés koszorúját. Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium karcagi tagintézménye képviselői koszorúznak. A városban működő intézmények vezetői, képviselői hajtanak fejet az áldozatok és hősök emléke előtt. Elsőként a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetének képviselői helyezi el koszorújukat. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ képviseletében koszorúznak. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás idősek otthona és házi orvosi intézmény vezetősége koszorúz.
Kátai Gábor kórház vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Ipari Park Kft. Nevében koszorúznak. A városban működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, klubok, körök képviselői hozták el az emlékezés koszorúját. Elsőként a Kun Szövetség képviselője helyezi el koszorúját. A Nagykun Polgári Egyesület nevében helyezik el az emlékezés koszorúját. A mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesülete Karcagi csoportja helyezi el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Független Női Szövetség képviselői koszorúznak. A Karcagi Lovas Egyesület nevében koszorúznak. A Karcagi Nagykunbajtási Egyesület nevében helyezik el az emlékezés koszorúját.
A karcagi nyugdíjas barátok egyesülete képviselői koszorúznak. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szervezete vezetősége koszorúz. Az Egyetértés Nyugdíjas Vasutas Klub képviselői helyezik el koszorújukat. Az Életet az éveknek nyugdíjas klub képviseletében helyezik el az emlékezés koszorúját. A Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár vezetése tiszteleg a forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok! Emlékező műsorunk a szózat eléneklését követően a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjainak elvonulásával ér véget. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és együtt méltóképpen emlékezhettünk a szabadságharc hőseire. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot, közreműködik a karcagi részfúvós kvintett.
Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője, a helyi választási iroda vezetője. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, örömmel itt vagyok, és a választási iroda nevében is köszönöm a lehetőséget. Október 13-án ismét választ Magyarország a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők választására kerül sor. Mit lehet róla bővebben tudni, kik azok, akik mehetnek szavazni, hány órától hány óráig tehetik ezt meg, és milyen érvényes okmányokkal kell, hogy rendelkezzenek? Én úgy gondolom, hogy a helyhatósági választás, és egyben ugye a nemzetiségi választás is az a fajta választás, most az utóbbi időkben, vagy az utóbbi két évben ez már a harmadik választás, ami leginkább a választó polgárokhoz közel van, hiszen a helyi képviselőtestületet, polgármestereket fogják megválasztatni, illetve hát a nemzetiségi önkormányzatokat. Éppen ezért fontosnak tartom. Választás technikai szempontból viszont a legbonyolultabb választás, sok szavazólap lesz. A részvétel az remélem, hogy megelégedésünkre szolgál, hiszen az előző választásokban, ugye az utolsóban 47%-os volt a részvétel Karcagon, a országgyűlési 40%-ig, hát reméljük, hogy e között a százalékok között a választópolgárok nálunk is meg fognak jelenni. Valóban október 13-ára írta ki a köztársasági elnök, október 13-án, ahogy a választási eljárásban szokásos, reggel 6-tól este 19 óráig tehetik le a voksaikat az állampolgárok az adott szavazókörbe, ahova lakóhelyük szerint tartoznak. Karcagon négy párt jelölt, mégpedig a Fidesz Magyar Polgári Párt, a Momentum, a Munkáspárt és a Jobbik Magyarországért. Tehát Karcagon négy párt jelölt képviselőjelölteket, három közülük az összes választási körzetbe, a Munkáspárt öt választási körzetbe jelölt. Azon túlmenően három polgármester jelölt van. Három polgármester jelöltette magát, ebből kettő lett jelölt, pontosabban így van. Tehát a Fidesz Magyar Polgári Pártnak és a Jobbiknak van polgármester jelöltje, de én azt hiszem, hogy ez köztudomású, hiszen az utóbbi időben a Karcagi Hírmondóban megjelentettük a jelölteket, illetve a polgármester jelölteknek is a nevét, és folyamatosan, tehát ezen a héten is szerintem már látták az állampolgárok, de jövő héten is meg fogjuk jelentetni. Ezen túlmenően lesz megyei önkormányzati választás is, ez egy listás választás. Itt több párt jelölt a megyei önkormányzati választáson. Ezzel kapcsolatosan is még fogunk tájékoztatást adni a választópolgároknak. Tehát a helyhatósági választásoknál három szavazólap lesz majd, és újdonság ebben a választásban most először, hogy a nemzetiségi választás nem külön szavazókörben fog történni, hanem minden szavazókörben, ahol lesz egy adott nemzetiségi választópolgár, aki bejelentkezett, hiszen ez is egy technikai, illetve egy adminisztratív módon történt, lehetett jelentkezni, aki egy adott nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát, regisztrálhatta magát, és így részt vehet ezen a választáson. Hát Karcagon nemzetiségi önkormányzatot csak a cigány nemzetiség állított, de ezen túlmenően, ha jól emlékszem, van német, bolgár, görög, azt hiszem, hogy ruszin nemzetiség, akiket láttunk a névjegyzékeken. Ezek az állampolgárok úgy fognak szavazni a szavazókörben, hogy leadják a voksukat a helyhatósági választásra, tehát a három szavazólapra, a polgármesterre, a képviselőjelöltre, illetve a megyei önkormányzati listákra, és akkor utána visszatérnek a
szavazatszámláló bizottsághoz is újabb 3 zöld színű szavazólapot fognak kapni, amiben egyrészt ugye a helyi nemzetiségű önkormányzati képviselőjelöltekre szavazhatnak már a cigány nemzetiség tekintetébe, illetve a megyei, illetve az országosra. Tehát ennyiben más ez a választás. Szavazókörök tekintetében történt a változás, és mozgóurna igénylésére van a lehetőség, hogyha igen, hol, milyen módon lehet ezt megtenni? Szavazókörökben nem történt változás, hál' Istennek nem adódott olyan probléma, ami miatt meg kellett volna változtatni. Az előző két választásos hasonlóan, és leginkább az előzőhez, az Európai Unióshoz hasonlóan a mozgóurna igénylés hasonlóképpen történik, bár ebben is van egy változás. Ez egy kicsit bonyolult, úgyhogy inkább úgy mondom majd, hogy visszafele. De alapvetően mozgóurnát igényelni lehet egyrészt ugye írásbeli meghatalmazás nélkül személyesen valaki által beküldött meghatalmazással, illetve lehet írásbeli meghatalmazással, lehet internetes felületen a választás.hu-n, lehet ügyfélkapunk keresztül, ezzel a négyféleképpen, és akkor a változás az az, hogy a szavazás napján, azaz október 13-án 12 óráig lehet kérni mozgóurnát a szavazókörökben személyesen meghatalmazott útján, illetve a választási irodán ügyfélkapunk keresztül. Tehát ezzel a kétféleképpen. A szavazást megelőző pénteken, azaz 11-én, 16 óráig írásbeli meghatalmazással a helyi választási irodánál és ügyfélkapus rendszeren keresztül. És még azelőtt, szerdán, azaz 9-én 16 óráig levélben, tehát a levélnek meg kell érkezni 16 óráig, ez az egyik dolog. Másrészt a választási rendszeren keresztül, tehát a honlapon, a választás.hu-n keresztül, internetes módon, és az összes többin, amit elmondtam az előzőekben. Tehát ez egy kicsit bonyolult. A lényeg, ami a legfontosabb, hogy ha valaki lekéste ezeket a határidőket, akkor még mindig vasárnap 12 óráig azzal a kétféle módszerrel, tehát ügyfélkapun keresztül, és a másik meg az, hogy írásbeli meghatalmazás nélkül is az adott szavazó körben kérhet mozgóurnát. Még egy változás, hogy mozgó... Ezek mind törvényi változások. Ezek törvényi változások, így van, így van. Ezek így, de tulajdonképpen a 12 órás időpont az, ami a Európai Uniós, az országgyűlési választás tekintetében más. Tehát ezt kell mindenképpen megjegyezni. Ami még fontos, hogy mozgóurnát az kérhet, és olyan helyre, ahol az állandó lakcíme van, illetve az olyan tartózkodási helyre, amit június 26-a előtt létesített. Tehát ez a kritérium van. Ezen a napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is, mint említettük, és ugye, ahogy elmondtuk, egy helyen, egy szavazókörben tudják megtenni a választópolgárok ezt is. Így van. Az eredmények tekintetében, illetőleg a részvételi arány tekintetében mit lehet elmondani, mikorra várunk, mennyi választópolgárt várunk körülbelül? Hát én szeretném, hogyha azért meg szerintem mindenki, leginkább a jelöltek, úgy gondolom, hogy szeretnék, ha az olyan 40-47%, mint ami az előző időszakban volt, hogy az meg lenne, hiszen minél több választópolgár jelenik meg, annál inkább nagyobb a legitimitása a képviselőtestületnek, illetve a jelölteknek. Ugye ez egy nagyon fontos választás a települések számára, és ugye szavazólapokon történik. Mondjuk már azért el, hogy egyértelmű kitöltés kell, hogy legyen ezeken a szavazólapokon. Nyilván ennek vannak kritériumai, mik ezek?
Igen, ott lesz a szavazólapon is egyébként, úgyhogy hogyan lehet érvényesen szavazni. A lényeg az, hogy a jelölt vagy lista mellett lévő körben két metsző vonallal, ami lehet egy X vagy egy plusz jel, úgy kell, hogy a körön belül essen a metszés pont, úgy lehet leadni a voksot. Hát persze azért sok minden előfordul a szavazólapokon, a szavazatszámláló bizottságok ezt nagyon jól tudják, hiszen nagyon kreatívak tudnak lenni az állampolgárok, mert mintákat, virágokat, mindent rajzolnak, kinek milyen kedve van. Néha még gondot is okozva, hogy érvényesnek vagy érvénytelenek minősítsék az adott szavazatot, de mondom, a legfontosabb az, hogy a körön belül essen két egymást metsző vonal. Hány órától hány óráig lehet menni szavazni? Ahogy mondtam, reggel 6 órától 19 óráig. Miért fontos a települések számára, hogy minél többen elmenjenek voksolni? Hát minden településnek szerintem az az érdeke, hogy a választópolgárok minél nagyobb tömege tudja a véleményét kinyilvánítani az adott településnek. Az elmúlt időszakáról, illetve azokról a programokról, amit a képviselő jelöltek, polgármesterek ígérnek a választópolgároknak. Milyen érvényes okmányok kellenek ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon? Az első és legfontosabb, hogy olyan okmánynak kell lenni, ami a lakcímet tudjuk igazolni, tehát lakcímkártya mindenképpen, és minden formája, amíg azok a személyi igazolványok, amelyek még hatályban vannak, tehát érvényesek, azoknak minden formájával természetesen lehet elmenni szavazni, ezen kívül vezetői engedéllyel, illetve útlevéllel lehet menni. És ha valakinek mégis ezen okmányok közül nincsen olyan, ami érvényes, akkor a választás megelőző napon, tehát szombaton, és a választás napján is egészen 19 óráig a kormányablakok nyitva vannak, és ott végül is rendezheti az okmányait, illetve kaphat egy ideiglenes okmányt, amivel le tudja adni a voksát a szavazókörben. De azért felhívom a állampolgárok figyelmét, hogy még a jövő hét folyamán ellenőrizzék, hogy a személyi okmányaik érvényesek-e, nem jártak el. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én szépen köszönöm, én is örülök a lehetőségnek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Karcagon az Akácos úton, Molnár Pált, a Városgondokság vezetőjét kérdezzük, milyen munkálatok kezdődtek most meg itt a város határában. Mögöttünk látható egy éppen szántás alatt lévő terület, amelyen egy-két évvel ezelőtt még egy nyár erdő díszlett, de az önkormányzat úgy, hogy rendelkezik 100 hektár erdőterülettel, ennek egy szigorú üzemterme van, és az üzemterv szerint ezt az erdő részletet tarvágással le kellett vágni, és utána újra kell telepíteni. Ennek a telepítésnek a talaj előkészítési munkálatai folynak. Tavasszal történt meg a tarvágás, akkor letermeltük az erdőt, a fát részben értékesítettük, részben betároltuk, majd a tuskókat kiszedtük egy tuskó kiszedőgéppel, elvégeztük azokat a talajelőkészítés megelőző munkálatokat, amelyeket ilyenkor el kell végezni, hát itt nagyon sok kézi munkaerőt is igénybe kellett venni, de szerencsére most ősszel odáig jutottunk már, hogy föl tudjuk szántani a területet, elmunkáljuk még egy tárcsás elmunkálással majd a szántást, és utána kezdődhet a telepítés. Csemetéket honnan tudják biztosítani? Azt erdőgazdaságokból és vállalkozóktól tudjuk megvásárolni, akik ezzel foglalkoznak, erre vannak szakosítva. Az ország különböző részeiről tudjuk beszerezni, természetesen árérték arányban mindig a legkedvezőbbet választjuk ki, de itt a mögöttünk található 1,6 hektáros erdőbe tölgy telepítés fog majd megtörténni, ami bízunk benne, hogy 50-60, akár 80 évig is szépen fog díszleni.
Most az erdőtelepítés milyen forrásból tud megvalósulni? Az erdőtelepítésre erre külön pályázati forrás nincs. Itt abból kell finanszírozni az erdőnek az újratelepítését, ami bevételt realizálni tudunk a letermelt fából. Elegendő pénzt szokott kitermelni az erdő ahhoz, hogy újra tudjuk telepíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Szepesi Tiborral, a 7-es számú választókörzet képviselőjével beszélgettünk. Milyen munkálatok kezdődtek meg most képviselő úr itt az ön körzetében, és erre miért volt szükség? Régóta tervezett és régóta várt munkálatok kezdődtek meg a tegnap, illetve a mai napon itt a kiskocsosi városrészen. Régóta terveztük azt az iskola vezetésével, szülőkkel, szülői munkaközösséggel, az itt élőkkel, hogy az iskolába járó gyermekeknek, szülőknek jó lenne megoldani a parkolási problémáit, hiszen egyetlen parkolási lehetőség volt, ahol biztonságosan tudtak parkolni, ez pedig a kisújszállási út az iskola előtt. A kisújszállási út, tudjuk nagyon jól, hogy főleg a felújítás után micsoda forgalmat bonyolít, tehát ott megállni gyermekekkel úgy, hogy biztonságosan ki tudjanak szállni, keresztül a kerékpárúton el tudjanak jutni az iskolához, az egy picit veszélyes. Innen jött az ötlet, amit mondom már régóta terveztünk, hogy a Sajó utcán az iskola melletti árok lefedésével próbáljunk olyan parkoló lehetőséget kialakítani, amely egy picit biztonságosabbá teszi az iskolába való érkezést, és hát nyilván délután az innen való távozást. Miért nem a nyáron kezdődtek meg a munkálatok? Hosszú előkészítés kellett ahhoz, hogy le tudjuk fedni, hogy a különböző jogszabályoknak meg kellett felelni, ki kellett mérni azokat a folyási pontokat, hiszen a Sajó utcai árok azért egy elég nagy csatorna esővíz elvezető árok rendszer. Úgyhogy be kellett mérni ezeket a mélységeket, magasságokat ahhoz, hogy egy áruk lefedéssel biztonságosan lefolyjon azért az itt keletkező csapadékvíz. Tehát ezek az előkészületi munkálatok, mérések zajlottak a nyáron, és hát jelen pillanatban most érkezett odáig a beruházás, hogy effektíve hozzá lehetett kezdeni. Milyen forrásból tudták megvalósítani most így a parkolónak a kialakítását? Kizárólagosan önkormányzati forrásból, tehát teljesen saját erőből, ami a költségvetésben szerepel képviselői keretből kerül megvalósításra ez a beruházás. Most ugye itt állunk az iskola mellett, ugye nem csak a parkoló került kialakítás, hanem a nyáron más beruházás is volt, beszéljünk erről egy picit. Természetesen összhangba szerettük volna hozni a beruházásokat, az iskola fenntartójával is, a szülői munkaközösséggel közösen, hiszen nagyrészt ebből valósult meg, természetesen ebben is van némi önkormányzati segítség. Valósult meg az a beruházás, amely már itt a parkoló mögött mellett látható, hiszen az iskolának megújult a kerítésének egy szakasza. Ugye az összhangot azt jelenti, hogy már ezen az oldalon, ahol a parkoló kerül kialakításra, itt alakítottuk ki, itt kerültek kialakításra azok a bejárati kapuk, kiskapu, nagykapu, amelyen majd meg tudják közelíteni a gyerekek az iskolát, és hát természetesen itt fogjuk majd folytatni is a kerítést, és hát bízunk abban, hogy több ütemben ugyan, ahogy a lehetőségeink engedik, de a teljes kerítés meg fog újulni. Még annyit szeretnék öntől kérdezni, hogy kialakult a kialakítása körül a parkoló, elkészült a kerítés, de itt vagyunk egy csatorna mögött, ezt itt korábban belette a gaz, és akkor ugye ön képviselőként itt kitakarítatta, megoldódott így a vízelvezetés? Én azt gondolom, hogy igen, természetesen folyamatosan karban kell tartani ezeket a rendszereket, oda kell figyelni arra, hogy ne álljon meg, ehhez természetesen takarítani kell. És ha már itt a mögöttünk levő részről is ejtünk néhány szót, akkor természetesen ezt a részt sem fogjuk parlagon hagyni, hiszen a következő ütemekben elképzelések szerint itt nem csak a régi játszótér fog kicsit megújulni, hanem terveink szerint azért egy új játszóteret is szeretnénk majd felépíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselővel beszélgetünk. Hol vagyunk most képviselő, melyik körzetben és milyen beruházást zajlott most itt le? Ez a választókerületem, ahol már 2002 óta képviselem a polgároknak az érdekeit, a 6-os számú választókerület, és ennek is az egyik impozáns területe, hiszen a mögöttünk látható épület és annak a bejárója, ez a Takács Péter úti óvoda. Éppen elég sok minden történt az elmúlt években, hiszen a három közintézmény, oktatási intézmény, ami a területemen található, az Arany János Általános Iskola,
a Jókai úti óvoda és a Takács Péter úti óvoda. Nos, ez a Takács Péter óvoda, és mind a három intézménynek én már a képviselő keretből bizonyos technikai eszközöket, meg amire szükségük volt, tudtam biztosítani az elmúlt évek során. Ezt nagy örömmel tettem, és a tagovoda vezetőkkel, illetve az óvoda vezetéssel természetesen egyeztetve. Ez nagy örömükre szolgált a pedagógusoknak, az óvodásoknak, a szülőknek, nagyszülőknek, tehát mindenki ennek az előnyét élvezhette, és itt pedig egy új momentumhoz érkeztünk, hiszen a Takács Péter úti óvodának a bejárója, a kapu bejárója sajnos nagyon megrongálódott állapotban volt, és amikor itt jártam, ezt én észrevettem, hogy itt szinte bukdácsoltak, meg alig tudták a babakocsit betolni itt ezen a bejáron, meg a kerékpárokkal is, meg a gyerekekkel is, stb. Tehát körülményes nagyszülők, szülők, stb. Arra gondoltam, hogy milyen szép lenne, hogyha ez a rongálódott bejáró, kapu bejáró rendbe lenne téve. És a képviselői keretemből sok más egyéb dolog mellett, amire futotta, a legfontosabbakra, tudtam erre egy bizonyos összeget áldozni, és ezt a óvoda vezetőivel már a napokban újságcikkben is megemlítettük, hiszen annak kapcsán találkoztunk itt a szülőkkel is, meg az óvoda vezetésével, hogy hál' Istennek sokkal kulturáltabb lett az óvodának a bejárója. Ezt milyen keretből sikerült önnek megvalósítania? Hát abból a keretből, ami már most szerencsére évek óta a képviselőknek 2 millió forint körzetenként, tehát azért a város költségvetését, ha nézzük, 16 millió forintot tudunk kiszorítani egyéb feladatok és költségek mellett a képviselőknek a képviselői keretre, tehát arra, hogy a körzetben található, választókerületben található bizonyos nagyon fontos felújítási dolgokat, járda, kátyú, árok, stb. Ilyesmi jellegű, vagy éppenséggel egy közintézménynek a kapubejárója, mint ahol most is vagyunk. Ezeket tudjuk fedezni, és akkor fontossági sorrend alapján összeállítjuk, hogy melyik, amelyikre sor kerülhet, és azt próbáljuk meg beleszorítani a képviselőkeretbe és megoldani. Képviselő, köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm szépen a megkeresést. Üdvözlöm a Karcsa Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a Karcsa Televízió nézőit. Rendkívül sok esemény, program történt az elmúlt időszakban, és rengeteg sok fejlesztés, beruházás került átadásra. Elég, ha csak a nemrégiben átadott kukoricamalomra, vagy az M4-es új útszakasztra gondolunk. Hogyan értékeli mindezeket? A magyar gazdaság látványosan halad előre. A számokban is azt mutatják, hiszen az első negyedéves GDP Európa rekorder, hiszen az Európai Unióban Magyarország fejlődött, a magyar gazdaság fejlődött a leggyorsabban 5,2%-kal. És ez a fejlődés meglátszik az ország fejlődésében is, hiszen az az M4-es útszakasz, amire már nagyon várunk, már Szolnok határában van. Tehát négysávosítják Budapesttől Szolnok irányába, jövőre elkezdődik a Szolnok elkerülő szakasz, már Fegyvernekig fog tartani a négysávos rész, és már láttam azt a tervet, ami kivaradva a kormánynak, hogy meg kell tervezni a Karcag, Kisújszállás, Püspökladány, Berettyó, Újfalu 4-es fejlesztési szakasz is, és nagyon fontos a térség életében. De fejlődik az út, de fejlődnek a többi részek is, hiszen
két évtizede, vagy talán több, hogy bezárt a karcagi malomipar. Nagy hírű malomipara volt Karcagnak, és egy új szegmens, egy vadonatúj, Közép-Európa legmodernebb malomipari létesítménye, egy kukoricaörlő malom létesült a régi ristántoló helyén. Ez azért nagyon fontos, mert Közép-Európa legmodernebb kukoricaörlő malma, és most a világban, amikor egyre több a gluténérzékeny, egyre több olyan ember van, aki a reformétkezést részesíti előnybe. Ez a kukorica malomban készült lisztek, búzadar vagy kukoricadarák ellátják nem csak Magyarországot, hanem a környező országokat is. Én láttam már a csomagolt termékeket, karcagi kukoricaliszt, karcagi búzadara csomagolással, és ezt Erdélyben, Romániában, a Felvidéken, egész Magyarországon árusítani fogják, és én azt gondolom, hogyha eljutunk odáig, hogy azt az étkezési minőségi kukoricát meg fogják termelni a karcagi gazdák, akkor azt a jó minőségi kukoricát innen a környékről fogják megvásárolni. Az a lényeg, hogy jó minőségű étkezési kukorica kerüljön ebbe a malomba. Több mint 2 milliárd forintos beruházás, modern eszközök, modern gépek, modern labor. Én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, hogy a karcagi, a magyar élelmiszeripar újból ugyanolyan magasságokba emelkedjen, mint ami hosszú évtizedekig volt. Átadásra került a Zöldfa úti óvoda és a Kátai Gábor kórháznak a felújított része is. Ez is egy hatalmas dolog a város életében. Így van, a Zöldfa úti óvoda egy lépcsőfok, hiszen nagyon sok óvoda újult meg, minden óvoda meg van már újulva itt Karcagon, a Szimovoda, a Kuthen úti óvoda, a Táncsics körúti óvoda, most a Zöldfa úti óvoda. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy város életében az, hogyha oda tud figyelni azokra a kisgyermekekre, akik a jövő generációját fogják képviselni itt Karcagon, hiszen minden családnak a legfontosabb és a legnagyobb kincs a gyermek. Most van egy nyertes pályázat az önkormányzatnak, hogy a főtéren lévő Varró úti bölcsöde, az is meg fog újulni. 3 pavilló részből áll ez a bölcsöde, eddig 2 pavilló rész működik, de akkor igény van a bölcsödei férőhelyekre, hogy fel lesz újítva a 3. pavilon is, és az is be lesz üzemelve. Ez a pályázat már jó úton halad. Én azt gondolom, hogy a karcagi önkormányzat úgy gondolkodik, hogy nem csak a mának, hanem a jövőnek is, és a bölcsődé és óvodás gyerekek pedig a jövő generációja. Nem csak városunkban, hanem a térségben is számos fejlődés, fejlesztés történt, például a Kiskörei Tiszai híd átadása, vagy ugye Tiszafüreden tették le szeptember közepén az új főtér alapkövét, amely mindegy 1 milliárd forintos beruházás a település számára. Így van, a Kiskörei híd az egy elég érdekes közlekedés történeti kuriózum, hiszen együtt van rajta a vasúti és személyforgalom, tehát amikor a vasúti forgalom megy, akkor lezárják, utána nyitják meg a személyforgalomnak. Ez egy nagyon ritka dolog, de a tavaly előtt elért már addig ez a híd, hogy azon gondolkozott a MÁV, aki a fenntartója ennek a hídnak, hogy le fogja zárni, hiszen olyan műszaki állapotban volt, a szerkezete meggyengült, a híd előregedett, le kellett zárni. És akkor Fazekas Sándor miniszter úr vette kezébe ezt a dolgot, hogy nem szabad, hiszen a térség szempontjából, a Tiszató szempontjából a déli rész forgalmának ez egy nagyon fontos, és egy 1,5 milliárd forintos beruházással meg lett erősítve a szerkezet, azok a gyenge pontok, gyenge részek meg lettek erősítve, így körülbelül 15-20 évig még ez a híd tud üzemelni, és a közlekedési tárca államtitkára azt mondta, hogy amikor ennek a műszaki tartalma a végéhez közeledik, tehát újból fel kellene újítani, addigra meg lesz az a Tisza híd, ami a Tiszató déli részét köti össze, a keleti és a nyugati partot. Én azt gondolom, hogy addig is nagyon jó szolgálatot tesz ez a híd. És igen, a térségben is nagyon sok beruházás van. Tiszafüreden az új főtér alapkövét tettük le Szijjártó miniszter úrral, és Újvár Imre polgármester úrral. Megújult Tiszafürednek a központja. Hiszen Tiszafürednek igazából város központja
nem alakult ki. Most alakul ki egy központi tér, új piaccsarnokkal, orvosi rendelővel. Én azt gondolom, hogy a Tiszató fővárosa mindenképpen büszkélkedhet azzal, hogy egy új központi tere lesz. De nagyon sok beruházás van. A holnapi nap lesz átadva az abátszalóki tanúszoda, és hát a járóbeteg szakellátás itt Karcagon a kórházban meg fog újulni. Én azt gondolom, hogy hozzá vagyunk már szokva, hogy minden évben a Karcagi Kátai Gábor kórházban valami megújul, valami megszépül, és hát ez a legfontosabb intézmény. Nem csak Karcagon, hanem az egész környéken. Több mint 100 000 ember betegellátásáról gondoskodik, nagyon sok karcagi és környékbeli gyógyul itt, és nagyon sok karcagi és környékbeli dolgozik itt, és fontos az, hogy egy jó minőségű, egy jól felszerelt kórház legyen. Digitális röntgenkészülékeket sikerült beszerezni, a CT van a Karcagi Kátai Gábor kórházban, járóbetegellátás meg fog újulni, a gyermekosztály, a műtők megújultak, a pszichiátria épülete megújult. Én azt gondolom, hogy 21. századi kórház. Amikor én hallom azt, hogy panaszkodnak az egészségügyi ellátásra, akkor mindig az jut eszembe, hogy amikor 50 éves volt a Kátai Gábor kórház, akkor nagyon sokan jöttek ide különböző területekről, Budapestről, a Dunántúlról, a környékről, és a főigazgatóasszony bemutatta, hogy milyen is a Kátai Gábor kórház, hogy néz ki, milyen felújítások voltak, és mindenki csodálkozott, hogy itt vidéken van egy egészségügyi gyöngyszem, egy olyan vidéki kórház, amelyik a 21. századi körülményeknek megfelel. Kis újszálláson került átadásra 11 felújított önkormányzati bérlakás. Mit lehet erről tudni? Igen, az önkormányzat pályázott, egy régen orvosi rendelő volt, szükséglakások, egy nagyon leromlott állapotban lévő épület volt, és pályázatot nyújtott be arra, hogy fiataloknak fecskeházat hoz létre. Ez a fecskeház apartmanokból áll, olyan lakásokból, amelyek külön van, fürdőszoba, konyha, hálórész, nappali rész, de van olyan, hogy akár közös konyhával rendelkezik, olyan fiatal párok kaphatják ezt meg, akik vállalják azt, hogy letelepednek, akár gyermeket vállalnak, és 2 évig csak a rezsi költséget kell fizetni. És csak 2 évig lakhatnak be, mert 2 év után pedig akár egy önálló lakásba tudnak majd költözni, akár hitelfelvétel, akár csok lehetőségével. Ez egy indítási fecskeház, ahonnan a fiatalok ki tudnak repülni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. És hát kiszúrszálláson is útfejlesztések vannak. Én azt gondolom, az ipari parkhoz vezető útfejlesztése, azt gondolom, hogy kisújszállás is kezd felzárkózni, újból a térség fontos településévé válik. Én azt gondolom, hogy a nagykunság mindenképpen nagyot fog erősödni, és már erősödött is a mostani időben. Október 13-án ismét választ Magyarország. Ugye a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztására és a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására fog sor kerülni. A képviselő úr hogyan látja a választás előtti időszakot, a kampányidőszakot, akár a támogatói aláírásgyűjtésről beszélünk, vagy éppen olyan dolgokról, amik ellenzéki pártbeliek minősítettek, Fidesz-KDNP párt jelölteket. Mit mondhatunk erről, hogyan látjuk ezt az időszakot? Én azt látom, hogy Karcag a nyugalom tengere. Karcagon igazából nincs fokozott választási hangulat, mert vannak olyan települések, ahol az emberek egymásnak estek, ahol a mocskolódó kampány teljesen az egeket veri. Karcagon csak próbálkozások voltak ilyen szinten. Én azt gondolom, hogy a karcagi lakosság látja, és a karcagi ellenzék is látja azt, hogy Karcag városa jó kezekben van. Folyamatosan fejlődik, értékeli a stabilitást, értékelik azt, hogy a városban nyugalom van, csendes, nyugodt és kitartó folyamatos fejlődés. Én azt látom az ellenzék részéről is, hogy utolsó szalmaszálakba való kapaszkodás. Például rácsodálkoztam azon, hogy a Jobbikos országgyűlési képviselő Lukács László György elindult Karcagon polgármester jelöltnek. Ez, mint egy betegségnél a köhögés vagy a láz, ez nagy problémának a jele. Azt jelenti, hogy elfogyott odafent Budapesten a levegő, és próbál akár egy vidéki lábat megfogni, de hát Lukács László György már Molnár Pál
képviselő úrtól, önkormányzati képviselő úrtól az önkormányzati körzetbe egyszer kikapott, Dobos László polgármester úrtól már egyszer kikapott, és valószínű, hogy a karcagiak most is Dobos László polgármester úrnak szavaznak bizalmat, hiszen Dobos László polgármester úr már bizonyított. Bizonyította azt, hogy higgadtan, nyugodtan, folyamatos fejlődés irányában tudja tartani Karcagot. Én azt gondolom, hogy erről az útról nem is szabad letérni, és a karcagiak zöme biztos vagyok benne, hogy így is gondolja. Képviselő úr mondja, hogy miért menjenek az emberek szavazni, miért fontos az, hogy ők is bele tudjanak szólni a helyi közösségek sorsának alakulásába. Az önkormányzati választás mindig a legfontosabb választás, hiszen egy Európa parlamenti választás, egy országgyűlési választás a nemzet sors kérdéseiről dönt. De egy önkormányzati választás a helyi sors kérdésekről dönt. Hogy egy település milyen irányba fejlődik, hiszen láthattuk azt, hogy nincs az kőbe vésve, hogy egy településnek folyamatosan fejlődnie kell. Hiszen vannak olyan települések, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt fejlődő, virágzó települések voltak, most pedig a legszegényebb települések közé tartoznak. Az értelmiség, a fiatalok elköltöztek, ott hagyták a települést, egyre szegényebbek, egyre rosszabb egzisztenciájuk költöztek be, a cégek is elmentek. Tehát fontos az, hogy a lakosság vigyázzon a saját településére. Olyan vezetőt válasszon, aki fent tudja tartani a folyamatos fejlődést, folyamatos erősödését a településnek. Én azt gondolom, hogy a mostani fideszes képviselőtestület ilyen. Dobos László polgármester úr meg tudja őrizni azt a térségbeli vezető szerepét Karcagnak, amit az évtizedek óta kivívott. És én azt látom, hogy Karcagot nem véletlenül hívják a Nagykunság fővárosának, ez nem csak egy cím, hanem ez felelősséggel is jár. Hiszen oktatási központ Karcag, közigazgatási központ, egészségügyi központ, és én azt gondolom, hogy ez a központi szerep meg is fog maradni a közeljövőben, de erre vigyázni kell, ez egy nem egy kőbefésett dolog, ezt el tudjuk rontani mi is, akár egy rossz szavazással, vagy úgy, hogy nem megyünk el szavazni, hanem azt mondjuk, hogy úgyis rendben lesz minden, úgyis megnyeri a Fidesz, nem fontos elmenni, be van biztosítva minden, és legrosszabb a kellemetlen és hirtelen meglepetés. Tehát azt mondom, hogy mindenki menjen el szavazni, mondja el a véleményét, húzza be az X-et, és én azt gondolom, hogy Karcag továbbra is jó pályán fog maradni a fejlődés és a nyugodt kiegyensúlyozott haladás pályáján. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!